valamivel túl a bajnokság felén a Kölcsei DS-e vezeti az NB2 északkeleti csoportjának tabelláját. Hadobás István együttese a legutóbbi fordulóban szabadnapos volt, de így is megőrizte első helyét a táblázaton. Igaz, a második Hajdúböszörménynek és a harmadik Vitkelsének is 18 pontja van, de előbbi egy, utóbbi pedig két meccsen játszott többet a diákcsapatnál. A szakember elmondta, hogy nagyon sok nehézséggel küzdöttek az elmúlt időszakban, ezért még értékesebb, hogy az élen várják a folytatást. Persze eddig a tavaszi sorsolásra sem lehetett panaszuk. Tudtam, hogy jó a csapatom, bíztam benne, hogy ott leszünk az élmezőnyben, de őszintén arra nem igazán kalkulál az ember, hogy pontosan az első helyen, viszont nagyon örülök neki, hogy eddig jól szerepeltünk. Azért tegyük hozzá, hogy most a tavaszi sorsolásunk az oly irányban kedvező, hogy gyengébb csapatokkal játszottunk eddig, tehát őszintén elsők vagyunk, jók vagyunk, szépen haladunk, de a neheze még most jön. Hihetetlen mennyiségű betegség, sérülés, rabinai nezdek kereszt, illetve a boka szallagja szakadt el, 5 hetet kihagyott, Gyimesi Lolának tért problémája van, Tilki Andit 2 kisebb műtét is érte, betegek voltak többen, úgyhogy nem is akarom sorolni, de nagyon sok nehézséget küzdöttünk, és hát talán ez bizonyítja, hogy csapatként milyen erősek vagyunk, morálisan milyen egységesek, mert ennek ellenére nem romlott az eredményünk. A Kölcsénél nagy hangsúlyt fektettek az ifjúsági csapat szereplésére is. Az együttesből többen játszanak a felnőttek között, de saját korosztályukban is kiemelkedően teljesítenek a lányok. Vesztett pontok tekintetében itt is hangsúlyozom, második helyen állunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindkét csapatomnál az alapcélkitűzés az volt, hogy érmet szerezzünk, jó úton haladunk, úgy gondolom, hogy reális az esélyünk. A Kölcsei DS-e szombaton Bőcsön lép pályára. A megyei érdekeltségű csapatok közül a Vitkelse a Mezőkeresztes fogadja, a Mátészalkai MTK pedig szabadnapos lesz.